Aki a felszámoló cégnek, ők maradéktalanul megfizették a 18 millió forintot. Na most azt gondolom, hogy ez a lakás messze nem 18 millió forint. Köszöntöm a nézőket, eljöttünk ide Budapestre egy kilakoltatás helyszínére Vékony Csongorral, budapesti Mi Hazánk mozgalom elnökével, hogy ezt a kilakoltatást, amit 10 órára írtak ki, megpróbáljuk megakadályozni. Azt tudni kell, hogy ahogy látni itt a háttérben, hogy nem az, hogy csak az épületen belül vannak már rendőrök, hanem az épületen kívülre is több rendőrt hívtak ki. Már a kilakoltatás előtt közel másfél órával, ez számomra egyébként megdöbbentő, mert azért általában úgy szokott kinézni, hogy a kilakoltatás megkezdéséig azért a lakásokba szabadon be lehet járni, itt pedig még az itt lakókat is igazoltatták, nehogy valaki felmenjen az épületbe, vagy esetleg az adós számára. Így az adóssal úgy néz ki, hogy telefonon fogunk kommunikálni, és az instrukciókat a továbbiakban megadni és nyugtatni őt. De hogyha arra kerül a sor Vékony Csongorral, akkor megpróbálunk mindent azért, hogy a kilakoltatást megakadályozzuk. Az adóshoz Gabriella megpróbált volna hamarabb is feljutni, de mint ahogy az előbb mondtam, 10 órára volt kiírva a kilakoltatás, de már 8:30-tól a karhatalom itt állt az épületnél, és Gabriellával történt egy incidens, de meséld el te inkább, hogy pontosan mi történt. Nyitva volt a kapu, gondoltam, én bemehetek. Hát most miért nem mehetnék be? Erre ott belül 5-en rám zúdultak, kirángattak onnan nem akárhogy, bevittek oda a rendőrkocsiba, meg hogy megbilincselnek és bevisznek, ez a nő itt. És rendesen körbefogtak körülbelül 5-en, letepettek, végigfogták a karomat. Persze, hogy az ember akkor rángatózik, hát védekezés kértem, hogy elresszenek már el, hát én csak bemegyek egy házba. És nem. Nem, a kocsiig rángattak, mert hogy bilincsbe vernek, meg ilyenek. Nézd meg, oszlanak. Közben megtudtuk, hogy a kilakoltatás szerencsére elnapolódott, így elmaradt a közbenjárásunkkal egyetemben, és akkor most menjünk fel az adóshoz, végre így már lassan 3 óra rendőri karhatalom felügyelete után fel tudunk jutni az adóshoz, és akkor menjünk fel. Annyit van? Na, segítem. Menjünk, és akkor segítem. Gyagyom, módon nem is. Semmi gondolat. Hát azért jöttünk együtt a Zsuzsi, aki amikor hív minket, akkor igyekszünk jönni, csak most értem ide, mert volt előtt is. Menjetek beljebb, de megkérdezik. Túl vagyunk rajta. Én már ki vagyok lakoltatva, csak legalább a Máté nem. De jó, de most értem ide. Nem? Persze, hát a Zsuzsi látja át a legjobban szerintem, hogy most halasztás van lényegében. Halasztás, igen. Persze, 3-4 hétig. Igen, hozom mindjárt a papírokat, üljetek le. Pakoláztatok azért? Mi? Elkezdtél pakolni? Nem, már kezdettem pakolni. Le! Mondtam, hogy ne csinálják, mert szívbeteg vagyok és magas a vérnyomásom. És teperték le, És itt van már az a papír, és erre nem függesztette fel a végrehajtást a bíró. Semmit nem sem. Ez? Itt, ahogy hívják, nincs lefénymásolva, legalábbis akkor akkor a kamu. Ja, és akkor az volt a történet, hogy ezek idejöttek 5 férfi, meg 2 ilyen ekkora, hát a 2 fiam se piskóta, egy ilyen Irakba szolgált veteránok voltak, és azokat ide beköltöztették azzal, hogy ők albérlők, a úgymond tulajdonos. Uh-huh. És akkor hogy hívják,
egy című csodaember idejött akkor, hogy majd megvéd be engem. Na most úgy védett meg engem című történet, hogy adott egy bianco papírt, amit volt, hogy 200 ezer forintot fogadjak el tőlük, és költözzek ki a lakásból. És mondtam, hogy hát azért ezt nem, hogy akkor majd megtő, akkor majd lesz a fekete lövés. És a kisebbik, amelyik itt rövid nadrágban jött, ment, csak nem akarnak benne lenni a történetbe, akkor mondtam, hogy nem, belállunk. És akkor a Márkot kiengedték, engem nem. Mert azt mondták, ha kiteszem a lábam a lakásból, akkor nem jöhetek vissza. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor én maradok bent. Hát most megtudtam, milyen az, hogyha valakit fogva tartanak a saját lakásában című történet. És egy hét múlva, pont egy hét múlva megérkezett itt 20 vagy 30 ember. Hát voltak olyanok is közöttük, akik nem a nyári naptól barnultak le. Című történet. És akkor hát az a bejárati ajtó, ami szembe van velünk, ez műemlékház egyébként, az egy másodperc alatt rommá verték, és kiszedték az ajtót, elvitték ezt az ajtót, minden ablakot leszedtek, kitették a folyosóra, majd aztán visszaraktunk, de vannak még a lakás másik részében is vannak olyan ajtók, amiket nem tudtunk visszaszerezni, és akkor berontott ez a tömeg, és itt minden csákánnyal, és akkor hát akkor elkezdtem ordítozni, hogy takarodjanak ide, innen ki, mert a belüket kitaposom. Hát a felszámoló cégnek, ők maradéktalanul megfizették a 18 millió forintot. Na most azt gondolom, hogy ez a lakás messze nem 18 millió forint. Hát ez... Szóval... Barcikán venni ettől kisebbet. Nem. Borsodba. Igen. Igen. De ez ugye akkor devizahitel alapú szerződés. Persze, ez egy devizahitel. Csak a nézők ugye nem tudják a részleteket. Igen, deviza alapú szerződés volt. És én rendesen fizettem, nem is volt, hogy hívjákom, és akkor a lap is akkor még a jogi képviselője volt az E-kapitálnak, és hát én bementem, mondtam neki, hogy miért, csak telefonáltam, hogy lehet, hogy egy részlettel csúszni fogok, de miután benn volt 800 ezer, vagy nem tudom mennyi kaució, tehát abból az egy részletet nyugodtan le tudták volna vonni. De ezt egyébként nagyon sok adóssal eljátszották, már minket is megkerestek többen is, hogy ugyanezt a technikát csinálta mindenkivel, persze. És így visszajelt az egész hatalmával. Nagy meg egyébként 20-án akarják kilakoltatni. Kit? A Nagy Bajert. Ja, Érdre, oda megyünk, úgy néz ki. Amikor azt tudni kell, ugye, hogy közérdekű pert is indítottak egyébként, Lapisék ellen, minden. Az E-kapitál ellen, meg az összes többi cég ellen, igen. Ugye pont az ilyen szerződési feltételek miatt, pont ami alapvetően ugye törvénytelennek minősül. És akkor... És még mindig tevékenykednek. És mindig ezek. Tevékenykednek. És mindig tevékenykednek. Hát persze. Igen, mindig tevékenykednek. Tehát ezek egy ilyen csapat. Hát egy céghálót alkottak azért. Ugye különféle követeléskezelő cégeket hoztak létre, egyik engedményezte a másiknak, ugye más cég tulajja, vagy ugyanaz volt lap is végig folyamatosan. Van írva a rendőrségi papíron, 222 sértet van. Ő általuk 222 sértet. Hárman vannak benne az indokban. Többen öngyilkosak lettek. És akkor ültem a lapissal, már próbáltam vele egyezkedni, hogy állítsák vissza a hitelt, és akkor így ült velem szembe. Ezt most fogd be a füled! Befizettem 1 millió forintot, hogy állítsa vissza a hitelt, és akkor a... Majd a felmondás után, ugye, hogy... Ez a felmondás után, befizettem az 1 millió forintot, és akkor azt mondta, hogy vissza fogják állítani a hitelt. Aha, persze, hogy...
úgy, ahogy izé, és és akkor nekem azt mondta a lakis, hogy ez annyira jó helyen van ez az ingatlan, hogy nehogy már azt gondoljam, hogy meg fogom tudni tartani. És akkor ültünk egymással szembe, azt fölálltam, és mondtam, hogy kisfiam, mert gyakorlatilag a fiam lehetne, kisfiam, ebbe a ügybe te belepusztulsz. De ebbe az ingatlanba én itt maradok. És ez volt 2009-ben. És én azóta folytatom a háborúmat, és csatát lehet veszíteni. Háborút kell megnyerni. Hát jó, hát most... közben rákos lettem, meg ilyenettel, de egyébként köszönöm szépen, jó. Sikerült kezelni? Sikerült kezelni? Így ránézésre minden rendben van. Igen. Igen. Na, hála Istennek a parancsolatére hát nem kell segítség, rendben van az egészségügyi ellátás úgy, ahogy? Hát rettenetes szerencsém volt. És kire lehet ilyenkor számítani? Mi az elmúlt hónapok, évek tapasztalata? Orvosként? Nem, most ebben a végrehajtási ügyben. Most nem. Kire lehet számítani? Rátok. Úristen, ez ilyen nagy. Ez a... Persze. Persze. Ott van egy, ott egy spejz van. Azt is elvitték a spejz ajtót. Itt ajtók voltak. Azt is elvitték. Hát ez a kisebbik szoba. Aha. Ez a, ugye a fiúknak lett megcsinálva. Ez a... Hát ekkora. Ekkora. Ez nagyon nagy, ez a 100 négyzetméter. 104. Az ő. Jó, hát meg nagyon jó helyen van. Hát, igen. Jó, mennyi könyv. Úgy gondolom, hogy meg kell még említeni az ingatlannal kapcsolatban a becsértékét, és hogy valóban mennyiért árverezték el ezt a ingatlant, ahol a kilakoltatást próbált foganatosítani a végrehajtó. Itt ugye a 9. kerület egyik szívében található meglátásom szerint ez az ingatlan, ahogy láthatták a felvételeken, nem egy kispolgári ingatlanról beszélhetünk, hanem egy több mint 100 négyzetméteres belvárosi, meglehetősen frekventált helyen helyezkedő ingatlanról. Ugye azt láthatják, hogy itt van mögöttünk az erkélyről látni a Dunát is, illetve ugye tömegközlekedési szempontból is nagyon megfelelőnek számít az ingatlannak a fekvése, de mindennek ellenére ezt az ingatlant 18 millió forintért sikerült megkaparintania az árverési vevőnek, ami meglátásom szerint ezeket a paramétereket figyelembe véve is nevetséges és vérlázító, hogy tényleg nagyjából semmiért elverezték el ezt az ingatlant, az adós pedig próbálják ilyen módon kisemmizni, ami ugye sem neki nem jó, sem pedig a követelés kérőnek sem, mert ugye a tartozás sem térül minél hamarabb így, hogy nézzék meg, hogy ennyit ér 18 millió forint a végrehajtó maffia szerint. Miután feloszlott a rendőri karhatalom, azután ugye felmentünk az adóshoz, ahogy önök is láthatták, és megvizsgáltuk ezt a végrehajtó jegyzőkönyvet, amiből pontosan kiderült, hogy miért is maradt el ez a kilakoltatás. Meglátásom szerint ugye folyamatosan kommunikációban voltunk az adóssal telefonon, miután ugye engem nem engedtek fel, meg a társainkat sem, hogy felmenjünk az adóshoz és segítsünk ebben a megegyezésben. A jegyzőkönyv tartalma viszont azt mutatta, hogy hiányzott a zárcserének a lehetősége, nem hívott embert az árverési vevő, illetve ugye nem is biztosított semmit a elszállítással kapcsolatban fuvarozási lehetőséget. Na már most ezzel csak az a probléma véleményem szerint, hogy azért egy zárszakértőt vagy zárcserélőt egy pár óra leforgása alatt, hogyha akart volna az árverési vevő
tudnék kérni, vagy keresni Budapesten, akkor szerintem biztos, hogy talált volna. Másrésztről, hogyha leltározni akart volna az adós, akkor ez ugye már alapvetően több órát vesz igénybe, így ez idő alatt ezt a zárcserét is véghez tudták volna vinni, hogy meglátásom szerint ez a nyomásgyakorlás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Mi Hazánk mozgalom és a többi civil is jelen volt, és ugye felvételekkel dokumentáltuk ezt az eseményt, és ennek következtében meglátásom szerint maradt el ez a kilakoltatás. Szerencsére. Úgy tűnik, mert Magyarországon a magyar jogrend mindenkit védelmez, csak a magyarokat nem. Két nappal ezelőtt még Nyíregyházán tüntettünk a cigánybűnözéssel szemben. Ma már Budapesttel a végrehajtó maffia ellen álltunk ki, ugyanis a jogrend mindenkit védelmez, csak a magyarokat nem. Egy hét múlva pedig már Pécsen az LMBTQ lobbinak helyt adó, szintén magyar jogrendszer ellen fogunk tüntetni, hiszen meg kell védelmeznünk gyermekeinket, meg kell védelmeznünk minden magyar embert, aki számít ránk, és tulajdonképpen ezt jelenti az, hogy minden magyar felelős minden magyarért, hogyha nem is ismerjük az áldozatokat, nekünk kötelességünk ott lenni mindenhol, ahol bajba jutott magyarok vannak. Az egykori kitűnő nemzeti jogvédő dr. Grespik László ügyvédi hivatalának is otthont adó borárostéri épületben látogattam el ismét. Most egy olyan hölgynek az otthonába, aki a végrehajtó maffia áldozataként kell, hogy szembenézzen a kilakoltatással. Igyekszünk neki segítséget nyújtani, hiszen a Minden Magyar Felelős, Minden Magyarért alapításkori jelszavunk mentén szolidaritást kell vállaljunk azokkal szemben, akik áldozatai ennek a rendőri túlkapásoktól sem mentes, mindenféle szociális érzékenységet nélkülöző végrehajtásnak. Nagyon hideg tél elé nézünk, és azt megelőzően talán egy forró ősz következik, amikor szeretnénk minden magyar szolidaritására számítva mindenkit hívni ebben a küzdelemben, amiben igyekszünk mi is Fiszter Zsuzsanna végrehajtásügyi szakpolitikusunk oldalán segítséget nyújtani.